Jó napot kívánok, köszöntjük Önöket, ez itt újra a Sajtóhang. Tekintsék meg mai összefoglalónkat. Amanda Innernek adott interjút Pier Paolo Pigozzi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektor helyettese. A jogász professzort egyebek mellett szakterületéről kérdezték, mint mondta, kiemelten foglalkoztatja a nemzetközi jog és az összehasonlító alkotmányjog, ezen belül pedig számos témában oktatott és írt. Az egyetem nemzetközi rektor helyettese szerint egy egyetem igenis képviselhet erős világnézetet. Nyitott, ugyanakkor kritikus füllel kell hallgatnunk a jogvédők követeléseit, s hasonló szellemben megvizsgálni a nemzetközi bürokraták és bírák döntéseinek megalapozottságát. Liliana Smiech, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi főigazgatójának interjújával folytatódott a Mandiner március 27-i webes címlapja. Célkeresztbe került az egyetem európai és nemzetközi küldetése, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, az NK négy kara éppen a legfontosabb területeken képezi a közszolgálati szakembereket, amelyek meghatározzák a kontinens jövőjét. Ilyen a védelempolitika, a vízgazdálkodás, a közbiztonság és a közigazgatás. A nemzetközi főigazgató úgy látja, az egyetem és Magyarország számára is kiemelten fontos, hogy a konnektivitás stratégiáját kövesse. Hozzátette, az alakuló új világrendben nem lehet bezárkózni, nem lehet csak egy irányba fordulni. A közelmúltban arról számoltunk be, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2025. szeptemberétől Nemeskürti István nevét viselő új tanárképzőkart indít. A bejelentést követően Veszelszky Ágnest, a tanárképzés elindításáért felelős rektori megbízottját kérdezte az Index, ahol elmondta, kiemelt cél, hogy a magas színvonalú képzés által a jövőben tovább erősödjön a pedagógusok megbecsülése. Március 23-án tartották az államfőválasztás első fordulóját Szlovákiában, a második fordulóra április 6-án kerül majd sor. Az ellenzéki Iván Korcsok korábbi külügyminiszter, illetve Peter Pellegrini jelenlegi házelnök jutott be, közülük választanak majd köztársasági elnököt. Tárnok Balázs a magyarnemzet.hu-n megjelent cikkében emlékeztetett arra is, hogy a felvidéki magyar közösség saját jelöltet állított Forró Krisztián személyében. Hozzátette, a jelöltnek bár nem volt reális esélye bejutni a második fordulóba, célja inkább az volt, hogy a magyar közösséget érintő kérdéseket megjelenítse a szlovák nyilvánosságban. Az Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője kiemelte, magyar szempontból sokkal fontosabb a június 8-i EP választás végkimenetele, hiszen a Magyar Szövetség fennmaradását is jelentősen befolyásoló tényező, hogy sikerül-e visszaszerezni a 2019-ben elveszített európai parlamenti mandátumot. Európa a legbiztonságosabb kontinensek közé tartozik, de 100%-os biztonság nincs, így nyilatkozott Kaiser Ferenc a Hit Rádióban. Az Oroszországban történt terrortámadással kapcsolatban elmondta, ha egy támadást az iszlám államhoz vagy az Al-Qaidához köthető személyek hajtják végre, akkor a legtöbb európai országban elkezdik szorosabban megfigyelni a radikalizálódott személyeket. Fokozódik a biztonság, ám ezt a terroristák is pontosan tudják, ezért egy ideig nem is várható merénylet, csak miután lankad a figyelem. A Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék docense hozzátette, Putyin megpróbálja az Ukrajna ellen zajló narratívájába benyomni ezt a terrortámadást is. Putyin ezzel a háborúját legitimálta, igyekszik önkénteseket toborozni, de legalábbis az orosz lakossággal tudomásul vetetni azt, hogy hát ezek ellen a gonosz terroristák ellen még több pénzt, még több férfit kell bevetni, még több fegyvert kell bevetni, hogy több ilyen terrortámadás ne legyen. Ha kíváncsiak további sajtómegjelenéseinkre, akkor kattintsanak a bejegyzésben lévő linkre. Most pedig hallgassák meg az ajánlót.
Kis Benedek József a moszkvai terrortámadáson nyilatkozott az Inforádióban. Tálas Péter az Indexnek beszélt arról, hogy felkészült-e a világ és Európa a szélsőséges dzsihadista mozgalmak fenyegetésére. Egressy Zoltán pedig a török választásokról beszélt az ATV műsorában. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! Viszontlátásra!